Elindult a Kolbász Fesztivál. A jövő hét elején elkezdjük építeni a sátrakat. Mondhatnám, hogy vágtunk egy disznót, hogy az itt dolgozóknak legyen sült kolbász, sült kurka a következő 2-3 hétben, amíg építkezünk, de igazából szerettük volna felkelteni a magyar sajtónak a figyelmét. Szeretnénk, hogyha egy látnák azt, hogy hogyan készül egy disznóvágás, mondjuk egy hétköznapon Békés Csabán, és a kettcsinálónak esetleg arra, hogy aki még nem döntött, és szerencsés lesz, és esetleg valahol még kapszállást, vagy csak lejön egy napra, akár az ideinduló külön vonattal, vagy külön járatokkal, akkor az igenis most még eldönthet, és eljöhet Békés Csabára, erre a 4 napra, vagy akár Békésről, mondjuk aki még esetleg más tervezett, az is most meg változtathat és átjöhet. Egy helyi rendezvényből, egy helyi értékű rendezvényből egy nemzetközileg jegyzett nagy fesztivál lett, ami szerintem ebben a túltengő fesztivál világban, ami ma Magyarországra jellemző, különösen komoly érték. És különösen komoly érték az Alföldön, Békés Csabán egy ilyen rendezvénynek a megtartása. Ha belegondolunk abba, hogy a Kolbász Fesztivált követően hány településen lett hasonló, még zsánerében és mondani valójában is valami hasonló fesztivál, akkor a megmaradása és a fejlődése az talán egyedülálló. Ha Kolbász Fesztivál, akkor az a Csabai Kolbász Fesztivál. És persze biztos vannak olyan települések, akinek a hagyománya ugyanúgy benne van esetleg, készítenek Szekszárd környékén kolbász, készítenek az Alföldön is több helyen még. Úgyhogy én biztatok rá mindenkit, hogy igen, hogyha a saját hagyománya és a saját szokásaik, a saját néprajzuk és a hagyományaikat úgy gondolják, hogy ez egy fontos pillére, akkor igen, őrizzék meg. Viszont ha valaki csak másolni akar, az egyrészt nem szokott jól állni szerintem, másrészt pedig nem tart sokáig. Azt hiszem, hogy példamutató az a kapcsolat, ami kettőnk között működik. Én folyamatosan benne vagyok a fesztivál gondolatában, vagy gondolkodásában, előkészítésében, nem a lebonyolításában már. 7 évvel ezelőtt állapodtunk meg Ambrus úrral, hogy átvesszük, és mi fogjuk rendezni a fesztivált, de már jóval előtte volt közöttünk egy barátság és kapcsolat. Én autókereskedelemmel foglalkoztam, és nagyon-nagyon fontosnak tartottam az ügyet. Akkor abban az időszakban éveken keresztül támogatója voltam a fesztiválnak, és nagy tisztelője Zolinak. És akkor valahogy elindult egy beszélgetés, aminek az lett a vége, hogy egyszer felébredtem, és hopp, én vagyok a fesztivál igazgató, és előtte imádtam, fantasztikusnak tartottam már akkor is, a barátaimmal együtt gyúrtunk, és hogyha valami ebben az egészben, mert azért ez egy nagyon pozitív dolog, de ha van benne valami, ami negatív, akkor az, hogy engem minden évben ott várnak a barátaim, ott gyúrnak, és annak a csapatnak én is része voltam, és elsétálok mellettük, várnak vissza a csapatba, de sajnálom, nekem ilyenkor dolgoznom kell. De büszke vagyok arra, hogy most én teremtem meg ennek a feltételeit, és körülnézek, és mindenki fantasztikusan érzi magát. Hát a kolbász történetét nem adtam át, azt én őrzöm, legalábbis annyira, amennyire egy bölcsésznek őriznie kell mindazt, ami ennek a városnak a hagyománya, értéke és jelentősége is egyúttal. A fesztivált azt igen, azt már jó régen, 5.-6. éve. Örömömre olyan emberek viszik tovább, akik megérezték ennek a jelentőségét és nagyságrendjét is. A jelentősége az, hogy képet ad Békés Csabáról, bemutatkozik a város vele, értéket közvetít, és ez egy fontos küldetése volt és maradt a fesztiválnak. A Csabai Kolbász Fesztivál 20 éve
alapították meg Ambrus Zoltánék, 20 éve teszi bele a lelkét, a szívét, a munkáját itt egész Békés Csaba, néhány éve mi is ebben részt veszünk, szerintem ez 100 év múlva is Csabai Kolbász Fesztivál lesz. Már ezen én már túl vagyok, én már elengedtem ugyanúgy, mint a fiamat vagy a lányomat annak idején, mert a dolog az lehet, hogy a nevemhez fűződik, de a további sorsa az elválik az én sorsomtól, hál' Istennek mondom, a fesztivál hasznára, és tovább is ugyanolyan vonzó és élménydús lesz, mint amilyen eddig volt. Nem akarunk megváltozni. Akarunk nagyobbak lenni, akarunk kicsit szebbek lenni, kicsit különlegesebbek, de alapvetően ugyanolyanok akarunk maradni, mint amiért ide járnak hozzánk már 20 éve, határon innen, határon túlról. De nagyobbak leszünk, kicsit színesebbek lesznek a programjaink, sikerült világhírű fellépőket elhozni, egy újabb sátrat kellett építenünk, mert annyian jelentkeznek ma már a kolbásztöltő versenyre, hogy a tavalyi rekordnak számító 600 gyúró csapatot további 150-nel emeltük, és ez is elkelt, úgyhogy az idén szombaton 750 gyúró csapat lesz. Színházi előadásokat csinálunk a gyerekeknek, fantasztikusan működik az ifjúsági gyúróverseny, 200-nál is több csapat, ugyanúgy készülnek, ugyanúgy beöltöznek, ugyanúgy recepteket hoznak, mint a felnőttek, mint mi magunk. Ez a fesztivál folyamatos fejlődésbe kell, hogy legyen ahhoz, hogy a vonzását megőrizze, és ezt ők megcsinálták. Kiadtunk egy könyvet, amivel egy kicsit az elmúlt 20 évet szeretnénk bemutatni, egy keretbe szeretnénk foglalni. Egy méltó ajándékot akarunk adni saját magunknak, az ideérkezőknek, a városnak. Most azzal voltam, remélem a segítségükre, hogy egy nagyon szép, igényes könyvet adtak ki, aminek a szerkesztését csináltam. Ez a könyv, ez már a neve is mondja, a csabai emberekről, a csabai tájról, a csabai kolbászról, a Csabai Kolbász Fesztiválról szól. De sokkal szélesebben mutatja be azt, hogy kik vagyunk mi, kik a csabaiak, mint hogy csak a Kolbász Fesztivált tettük volna bele. Úgyhogy aki ebbe belelapoz, az látni fogja azt, hogy egyrészt mitől büszkék a csabaiak arra, hogy csabaiak, mitől büszkék a csabai kolbászra, és hogyan alakult ki ez. Úgyhogy talán ezek a dolgok azok, amik egy picit a fesztiválhoz még hozzátesznek, de nem akarunk mások lenni. Hát a 20. évfordulóra azt gondoltuk közösen a fesztivál mai szervezőivel, hogy tegyük emlékezetessé, és adjunk a fesztivál mellé és a kolbász mellé még valamit. És hát ez most egy könyv lett, ami összefoglalja mindazt, ami a hagyományokban, a múltban jellemző volt Békés Csabára, ami lehetővé tette azt, hogy kialakult a csabai kolbász, és megőrződött a 21. századra is. Ízében, zamatában mindenképpen olyannak, amilyennek azt őseink is elgondolták a 19. század második felében. Néprajzról, történelemről, hagyományápolásról, téglagyártásról, vasútépítésről, mindarról, ami ezt a várost létrehozta, hiszen egy egyszerű jobbágyfalu volt a 19. század elején, és önerőből, önkínlódásból hozta létre mindazt, ami ma Békés Csabára jellemző. A szépségeit, az értékeit, a hagyományait, és hát ebben a kolbásznak kitüntetett szerepe van. Ha valaki ma eljön Békés Csabára, azt szeretnénk elérni nála, hogy vigyen magával egy szál kolbászt, és vigye magával ezt a könyvet, amitől egy kicsit csabaivá is tud válni. Fantasztikus programjaink lesznek, rengeteg bemutató disznóvágás, kolbásztöltés, töltött káposzta főzőverseny, a gyerekeknek műsorok. Szerintem érdemes lesz itthon maradni ezen a hosszú hétvégén, átjönni Békés Csabára.